A Nógrádi Geopark területét 28 szlovák és 64 magyar település alkotja. Ebből kettőt kívánunk most megtekinteni, a magyar salgóbányát és a szlovákiai területre eső füleket. Legmagasabb ég van a Salgóvárad. A régi salgóbányai kaszinó épületében 2015 óta működik a Geocsodák látogatóközpont. A látogatókat büfé és információs pult várja, valamint állandó és időszaki kiállítások. Salgóbánya nevezetes szülötte, nemzetünk színésze, Zente Ferenc. Emlékét róla elnevezett park őrzi. Komlósi Erzsébet operaénekesnőről tablótáratot láthattunk az előadóban. Salgóbányán a Geocsodák háza. A három kiállítást nézhettünk meg a Salgóvár évszázadairól, a Nógrád Geopark Földtani Értékei címűt, és a Karancs medves határőrzői. Megnézhettük a macskakőkészítés eszközeit, és egy interaktív közegfelismerő játékkal is játszhattunk. Ez a kiállítás a Somoskő újfalui szlovák-magyar határszakaszon szolgálatot teljesítő határőrök és vámosok életébe engedt bepillantást. Az épület felett kialakított kilátóból új perspektívából tárul elénk Salgóbánya látképe, Salgóvára és a kis Salgó gerince, azaz a boszorkánykő. Turistáknak is látogatható, állandóan nyitva van.
gyerekekterület most innen ugye, szlovákul kell beszélni. Így van, egyáltalán ne beszéljetek szlovákul, mert itt magyarok laknak. Úgyhogy most a várlátogatás következik a megbeszéltek szerint, és azt kérném, hogy ami 5 óráig szükséges, igen, akár itt is lehet aludni, itt maradni. Most akkor itt kellene jobbra, ugye? Először a várbejárat mellett a várhegy sziklájába vájt egykori légoltalmi óvóhelyen a Fülek 1938-45 című állandó kiállítást tekintettük meg, amely a II. Világháború helyi vonatkozású emlékeit bemutató kiállítás. Ezután megrohamoztuk a várat. Gyertek. Állj, vegyük újra. Tudtok ti jobbat is. Ez az. Várjátékok, szeptember 3. Igen. Kasszával is, a pénztárral, meg ezzel is kell most foglalkoznom, szóval kicsit rövidítünk az egész dolgon. Annyi fog az egészből csak kimaradni, hogy nem fogok önökkel fölmenni a múzeumba, ahol ugye annyit mondanék, hogy és ebben a vitrinben ezt lehet látni, abban a vitrinben még... A vár valószínűleg már a tatárjárás előtt megvolt. Írásos emlékek először 1246-ban említik, amikor egy Fulkó nevű rablólovaktól vette el a várat IV. Béla király. Ezután tulajdonosai sokszor változtak, a huszita, majd a török időkben. A magyar végvárat folyamatosan erősítgették, azonban 1554-ben mégis elfoglalta a török, sőt, az egész Ipoly-mentét magába foglaló török szandzsák közigazgatási központja is lett. A várat 1593-ban sikerült a törököktől visszaszerezni. Az 1600-as évek számítottak a vár fénykorának, több vármegye is itt tartotta gyűléseit. A várhoz fűződő legnevezetesebb esemény 1682-ben történt, amikor is itt kiáltották ki királyát Tököli Imrét, miután a Habsburgok elleni felkelést kilobbantó fejedelem a törökök segítségével bevette Füleket. Sajnos röviddel ezután Tököli a várat felrobbantotta, nehogy a császári a kezére kerüljön. A vár azóta is romokban áll. Fülek impozáns váromja a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra épült. A nagy terjedelmi erődítmény néhány bástyája, egy nagy tornya és sziklába épült vastag falai maradtak meg az utókornak.
falakról csodás kilátás nyílik a 70%-ban magyarok lakta kisvárosra és a környező hegyekre. A vár bejáratánál a hatalmas, fedeles, ötszögletű bebek bástya emelkedik, amely a legépebben megmaradt része a várnak. A bástyában 2017-től a Füleki Vármúzeum megújult és korszerűsített állandó kiállítással várja a látogatókat. Az alsó szinten paleontológiai tárlat mutatja be Fülek környékén talált gerinces és gerinctelen ősmaradványokat. A második szinten régészeti kiállítás látható, bronzkori avarhonfoglaláskori leletekkel, míg a harmadik szinten kapott helyet a vár és a város történetét 1682-ig bemutató a Füleki Vár évszázadai című kiállítás. A vár meglátogatása után lesétáltunk a városba is, megtekinteni a legfontosabb műemlékeket. A város egyik legismertebb szecessziós épülete a Városháza. Egy tűzfigyelő tornyot alakítottak ki a tetején, mert itt kapott helyet a helyi tűzoltóság, és onnan az egész város be lehetett látni. Az eredeti templom 1513-ból származik, de a törökök elfoglalták és dzsámivá alakították. Tököli visszafoglalta, de sajnos elpusztult az egész város a templommal együtt. 1694 után Kohári István országbíró támogatásával újjáépítették barokk stílusban. Time.